Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Pápai Gyula, bűnmegelőzési kiemelt főelőadó. Sikerült kimondanom, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Szia! Köszöntelek én is, és köszöntöm kedves nézőket. Iskola kezdés. Jó hosszúra nyúlt tavaszi szünet után megkezdjük az iskolát, nem tudjuk, hogy meddig. Reméljük, hogy minél tovább, valakik azt, hogy minél tovább, valakik azt, hogy minél gyorsabban befejeződik. De azért nem egy egyszerű időszak áll, én azt gondolom, a gyerekek mögött, meg a szülők mögött sem. Meg most sem egy egyszerű időszak kezdődik, mert azért ilyen hosszú hónapok telnek el, akkor valamibe újra belelendülni, valamit újra megint elkezdeni, az nem egy könnyű dolog. Én ezt magamon is érzem, hogy így pilláztam itt kedden reggel, hogy még gyerek tudja, jó, hogy fölismeri az iskola táskáját ötödikbe, de hogy azért nem könnyű ezek a napok, és azért, ahogy elnézem, ez meg is látszik, már most így kívülről, például a közlekedésben. Először én azt gondolom, hogy a szülőkről beszéljünk, mert a szülők is rendesen kiestek a lendületből, tehát az azért, hogyha itt az iskola környékeken járunk, akkor ez abszolút módon. Próbálunk visszarendeleződni a régi őrült időszakokba, ez nagyjából már sikerül is. Hát ugye ez tényleg azt mondom, hogy egy érdekes helyzetet alakult ki itt az oktatásban. Az, ami volt, hát az mindenképpen rányomja a bélyegét arra, hogy egyszerűen ez a rengeteg idő, ami a gyerek távol töltött a társaitól, a tanároktól, a közösségtől, ez nem fog elmúlni pillanatok alatt. És tényleg azt a tegnap este tanítás nap, csodálatos szép őszi idővel, egy eső, egy hideg, szépen volt, őskáosz alakult ki az iskola környékén, volt szerencsém látni, és ugye hát ismét tapasztaltam városunk közlekedési moráját, ami hát nem túlzottan biztató. Én soha nem értettem meg, hogy miért kell a gyereket 12 centire kitenni az iskola kaputól, és, hát, mert esik az eső. És négy sávon parkolni egy olyan utam, amit sem lehet közlekedni. Nem tudom, hogy ennyire akarunk a gyerekeinket védeni, nem biztos, hogy egy 12-20 méteres séta esetleg elolvasztja a gyereket. Én kérném a szülőket, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat, mert előbb-utóbb ebből baleset fog bekövetkezni, és akkor majd lesz a hibakeresés, hogy akkor ki, mikor, mit rontott el. Szóval visszatérve egyébként az iskolázásra, nehéz lesz. Ugye az, hogy meddig terveznek az oktatási intézmények, az különböző fajta protokollok szabályozzák, majd meglátjuk. Ilyen esetben, amit igazából tudunk, a szeptember hónapot mindenképpen végig tervezték, és etapok vannak, hogy igazán beszéltem ott a különböző vezetőkkel. És ha nem lesz olyan eset, ami esetleg indokolná tenni, akkor marad a hagyományos iskolaszintű oktatás. Amennyiben változás történne, ne agyisten betegség, tehát pontosan a Covid-ról beszélünk, akkor egyénre szabott módon vannak az iskolában, nem központi utasítással zárnak be, hanem adott intézmény, ha úgy értékel, hogy számára az veszélyforrás, akkor bezár, és akkor térnek át a digitális oktatásra. Tehát most nem lesz egy ilyen egységes történet, azért azt gondolom, hogy ez gazdaságilag sem engedhető meg a szülők idegrendszere nagyon sok helyen, bármi nagyon élveztük a digitális oktatást. Itt a szülők most jöttek arra, hogy mit dolgoznak a tanárok a gyerekeikkel. Tehát kicsit átkérdezték azt a pedagógusoknak, milyen komoly felelősség van a gyereknevelésben. Úgyhogy mi, mondtam, mi nem szólhatunk semmit, a gyerek is olyan pedagógusok voltak, hogy ihaj-csuhaj, tehát mi mindannyian otthon nagyon élveztük a digitális oktatást, de azért nem mindenhol volt ez így nem egyszerű, meg nyilván aki azért napi 8-10 órában dolgozik annak, és 3-4 gyerek azt mondja, hogy ez most nem értem, és hogyan kell a osztást, és kisfiam, én nem itt tanultam, hanem amúgy tanult meg, és akkor a tanárnéni meg menjen oda, ahova akar. Tehát ez így biztos, hogy abban a formában nem lehetett egyszerű. Akkor egy-egy osztályt bezárhatnak, vagy egy-egy osztály akkor hetekre otthon marad, vagy egy-egy évfolyam akár, vagy ez is előfordulhat. Ilyet is hallottam, hogy mondjuk az alsó megy, a felső átáll online-ra, tehát ez mindenhol akkor nehéz. Majd iskola függő lesz. Lehet, hát hogy máshogy működik majd a órában, mint mondjuk a hallásban. Pontosan. Ugye ez visszatérve arra, hogy most egy iskola kezdés, egy első osztály. Azért online megtanítani, írni, olvasni a gyerekeket azért nem lehet. Tehát azt, aki ezt elképzeli, az nem tudom, hogy mely bolygón létezik. Egy a biztos, tehát ott az előző etapban annyi könnyebbség volt igazán a pedagógusoknak, hogy már amikor megtörtént tulajdonképpen az átállás, akkor legalább a kicsik is tudtak írni, olvasni azon a szinten, hogy legalább a feladatokat megértették, és tudták a feladatokra a válaszokat elküldeni szülői segítséggel. Tehát nem könnyű. A közlekedésben sem könnyű, a gyerekekkel sem könnyű. Hogyan, mit tudsz javasolni? Tehát mit mondjanak a szülők a gyerekeknek? Mert azért nagyon sokan egyedül járnak, azért annyira nem vagyunk nagyváros, hogy mire figyeljenek oda? Mert én a lányomat láttam reggel, hogy hol az iskola? Tehát, hogy az iskolatáskám megvan, de hogy melyik bolygón vagyok, merre indulja? Azért ez most úgy március óta. Igen, ezért hosszú hónapok, ezek nem telnek el, úgyhogy ne hagynak nyomot maguk után.
Türelmet kérünk mindenkitől. Tehát ugye ez egy olyan helyzet volt, tulajdonképpen az egész világot érintett, és nem csak Magyarország kapta ebből igazából a jóságot, hogy ne ugorjanak mindenre, mert a némelyik azt mondom, hogy azonnal robban. Tehát olyan feszültségek gyűltek fel az otthoni oktatás során, szülő, gyerek, tehát ilyen különböző problémák, ugyebár, amelyek, hogy ha elmérgesednek, és ugyebár elmérnek, sokkal nehezebb lesz. Visszatérve a közlekedésre, tehát ugye bármekkora város is vagyunk, azért itt látható, hogy a közlekedésben résztvevők létszáma nem lett kevesebb. Tehát egy családban nem egy autó van, nagyon nagy a járműmozgás, különböző fajta eszközök, bármi, ami gurul, az részt vesz a közforgalomban. És ugye hát a gyermek, hogyha figyelmetlen, mert valami elvonja a figyelmét, nagyon könnyen. Most ide jöttem épp a körforgalomba helyszínelt a kollégák egy baleset, itt a gyalogátkelő helyen, ott is feltétlenül figyelmetlen is okozta a balesetet. Tehát azért itt gördeszkával közlekedve. Pontosan, rollerrel, minden van. Mindenféle, mondom, aminek kereke van, az minden eszköz. Itt azért a felnőtteknek kell, jó, hogy a felnőtt elmondja otthon a gyereknek, hogy figyelj és minden, de azért azt szerintem a felnőtteknek, és nem csak a gyerekes felnőtteknek, hanem az összes Moson Magyaróvárinak kéne fölhívni a figyelmét, hogy most figyelj, egy 20-szal kevesebben menjél a zebrán, ha kell, ha nem álljál meg. Ez a szeptember hónap, ez erről kell szóljon. Vissza kell rázódni a társadalomnak erre, hogy van oktatás, vannak gyerekek, vannak figyelmetlen sofőrök, mert ha nem, akkor ebből bajok lesznek. Internet. Ugye, amikor itt voltál, nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy hogyan korlátozzuk be a gyereket, ne engedjük annyit, ne. Na most aztán betört az online oktatás, tehát itt meg ülj le a géphez, ha lehet, akkor tőlem ne kérdezz, mert te úgyis többet tudsz, mint én. Úgyhogy majd te küldjed, meg ilyen mit, meg olyan konferencia, meg ilyen osztály megbeszélés, szülőértekezet, minden online működött, azért most megint csak tolódtak itt a tólik határok. Ez egy, ugye itt nézzük azt, hogy próbáltuk korlátozni a gyerekeket azért, hogy ne. Csak ugye ez a jellegű tevékenység, ez nem az a fajta tevékenység volt, mire igazából próbáltuk a gyerekeket korlátozni. Tehát itt tényleg visszagondolva, nincs tisztán minősíteni mondjuk a különböző fajta, ne adj Isten, magyar oktatási online fórumokat, de látható volt, hogy egy világ méretű problémánál egy nagy cégnek az alkalmazása az nem tolta le a nadrágot, az működött, a rászakadt gyerekanyagot próbálta és tudta kezelni, és megfelelő módon lehetőség volt arra, hogy ne vesszenek el a gyerekek az oktatásból. Na most ugye, hát ugye ez, ha nem lett volna, akkor nem tudom, hogy a lemerzsolás az milyen szintet ért volna el. Egy biztos, hogy akit beszéltem most pedagógusokkal, elmondták azt, hogy kell pótlás, tehát az elmúlt fél évnek az anyagát, az biztos, hogy valamilyen szinten hozzá kell tenni a 2020-as, 21-es tanév anyagához, különben nem lesznek megfelelő képzettségű a diákok. Hát mi mit értünk az interneten, hogy azok a fajta úgymond számunkra hát felesleges. Hát azért fölment a gyerek, megnézte a YouTube-on a tanítónéni, tanárnéniát. Van, órát, tanórát. Az után elkezdte, hogy anya bezárt úgyis, az most 10 perc alatt megvan, kicsit, még van, ha tovább lépek erre, így van, így van. Vagy végig pörgette gyorsba, hogy akkor mégis nagyjából mi a lényeg benne, pillanatgyorsan végignézte. Hát, de most ugye hát ő a más oldalak és az egyéb használat, a közösségi terek, tehát az a social media, amit igazából állandóan ők ott élnek. Tehát számukra azt mondom, hogy az a világ az elsődleges. Na most akkor mi a szülő feladata megint csak? Mert ha nem engedem... Megtalálni az arany középutat. Mm. Tehát mindenképpen azt, hogy nagyon nehezen rábírni a gyereket, hogy az rájön. Nem fogja megérteni egy alsós, hogy ezt miért szabad, és azt miért nem szabad. Miért nézhetem csak mondjuk azt a classroomot, ami nekem mondjuk adja feladat, de miért nézhetem mondjuk helyette mondjuk akármi mást? Beszélgetés, magyarázod. Igen, és gondolom, ti is csináljátok ezt, mint iskolarendőrök, ugye az osztályokkal való találkozásoknál. Természetesen. Meg az ami nekünk sem volt egyszerű, hiszen a kiesett fél évben, hát mi is próbáltuk őket elérni az online térbe, nem volt egyszerű. Nekünk sem. Iskolaőrség. Megint egy új dolog. Ez is elindul, erről van-e valami információ már? Ugye itt mi a médiából annyit tudunk, hogy szeptember 1-től föláll ez az iskolaőrség. Mosonmagyaróváron ugye nem minden iskolában, hogyha jól tudom, a Hallerban, a Hunyadiban. A Glügben és a Bolyaiban. Igen, és ezekben. Négy helyen. Ha 3-4 helyen mondjuk. Teljesen új intézményt hozott létre a rendszer. Tehát nem összekeveredik létező rendőrségi különböző fajta. Most már annyi fél van elvileg iskolarendőrünk, ez a közlekedési részt. Igen.
van iskolai tanácsadónk, amit többek között én is csinálok. És most van mellé az iskola őrség, amely egy olyan szervezet lett tulajdonképpen, hiszen ők augusztus 1-től már képzés alatt álltak, és egy hónapos képzés után kerültek tulajdonképpen ki a tegnapi napon, tehát szeptember 1-én az iskolákba, ahol egyfajta rendészeti feladatok ellátására lettek ők kiképezve, tehát ők nem prevencióval foglalkoznak, ők a személy és vagyonvédelemnek a profilt tűzték ki. De ennyire gáz a helyzet? Nem gáz a helyzet, nem rosszabb. Központi akarat volt, végrehajtásra kellett kerülni, hogy szépen fogalmazzam meg. Majd meglátjuk. És tehát akkor ők egyenruha? Ők formaruhában, így van, jelvénnyel, igazolvánnyal, és hát eszközökkel, felszerelve látják el a szolgálatukat meghatározott utasítások szerint. Egy-egy suliba egy, vagy több egy-egy is? Suliba egy. Egy-egy suliba egy. És akkor mondja, hogy kisfiam, szépen beszélj. Hát neki pontosan megvannak azok a tulajdonképpen feladatok, amely neki esetleg beavatkozást kell, hogy eszközöljön, fegyelmezzen, ne adj Isten, intézkedési joga van adott szituációban. Hát majd kiforja magát. Tehát még igazából azért nem biztos, hogy egy-egy iskolában szerintem a tanárok örülnek ennek az egész történetnek, bár nagyon szomorú, hogy el kellett idáig jutni. Nagyon sok részét néztem át a világnak ilyen szempontból, hogy hol használja, mely országok próbálják ezt a fajta úgymond rendvédelmi szöket fenntartani az iskolák fegyelmét és rendjét. Vegyesek a vélemények, nem tudjuk. Tehát majd meglátjuk, hogy mit fog hozni a történet. Ha esetleg egy később adásba visszatérünk rá, akkor majd bőven tudjuk. Ez tapasztalat, persze. Természetesen annyira új, hogy igazából még nulla információ ennek. Én nem mondom, hogy ez nem szükséges, mert biztos, hogy ez egy nem véletlen dolog, hogy ennek így kellett lennie, csak azért úgy, ha az ember belegondol, akkor az így fura, hogy tényleg ez kell? Tehát, hogy tényleg már egy szülő kevés, már egy tanár, mert ez erről szól, pontosan. Hogy tényleg már egy tanár kevés arra, hogy azt mondja, hogy fiam, beszélj már rendesen meg, fiam, ne lőg már fel a mellette, és ehhez egyenruha kell 2020-ban. Hát akkor olyan szomorúan fejezzük be, de reméljük, hogy azért nagy eredményei lesznek majd ennek az iskola őrségnek, és hogy ez a tanév, ez tud működni mindenféle szempontból, közlekedésbe is beállunk, az internetet is okosan kezelik a gyerekek, szerintem okosabbak egyébként, aki elbeszélget a saját gyerekével, az rájön, hogy már okosabb ő nála, sokkal több mindent tud, nálunk a 2,5 éves így fölpörgeti a YouTube-ot, és kikeresi Bing News-it, mire én beírtam az ajtón, és levettem a kabátomat, tehát így körülbelül, és nem tanítottuk neki, és nincs szabadon engedve a neten, de ők már ebbe. Őslakosok ott, ahol mi felnőttek, ők, bevándorlók ők vagyunk. Már így van. Úgyhogy azért van feladat, azt gondolom, itt főleg a fölnőtteknek, hogy ezt okosan intézzék, és minél több beszélgetéssel próbálják meg a gyerekeket terelgetni, akár közlekedésről van szó, akár internetről, akár tanulásról, akár arról, hogy fiam, ne lők fel a másikat, mert apától kapod a tockost, nem csak az iskola őrtől. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, nektek kitartást mindenhez, mert azért a prevenciók meg gondolom mennek folyamatosan. Kell, hogy menjenek. Megerősítve az elmaradt időszakot. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!